Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Június 4-e péntek van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Az összetartozás napja alkalmából tartottak koszorúzást az országzászló emlékműnél a Bizinger sétányon. Továbbra is egy nemzet vagyunk, a hőseinkre pedig méltón kell emlékeznünk, mondta dr. Dézsi Csaba András polgármester ünnepi beszédében. Pedagógus nap alkalmából a hagyományoknak megfelelően átadták a Győr oktatásügyéért díjakat a Városházán. A csütörtöki rendezvényen a Győr sportjáért díjak is gazdára találtak. Megérkezett Győr első elefántja az állatkertbe. Bubu egyenesen Franciaországból utazott 2 napon át, hogy elsőként vegye birtokba a győri elefántházat. Az összetartozás napja alkalmából tartottak koszorúzást az országzászló emlékműnél a Bizinger sétányon. A trianoni döntés emléke mindig vegyes érzelmeket kelt a magyarokban, mondta dr. Dézsi Csaba András polgármester ünnepi beszédében, majd hozzátette. Ettől függetlenül továbbra is egy nemzet vagyunk, a hőseinkre pedig méltón kell emlékeznünk. Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy június 4-e mindenki számára felfoghatatlan volt, azonban azóta megtörtént a határokon átívelő nemzeti újraegyesítés. A beszédek után városunk vezetői, továbbá a város legfontosabb intézményeinek képviselői, katonai szervezetek helyezték el az emlékezés virágait. Egymás mellett álltak városunk vezetői a Bizinger sétányon az országzászló emlékműnél, halkan dúdolták a magyar nemzeti himnuszt. Az összetartozás napja alkalmával emlékeztek a 101 évvel ezelőtti trianoni döntésre. Elsőként a város polgármestere mondta el emlékező gondolatait és kiemelte, a történtek ellenére mi továbbra is egy nemzet vagyunk, a hősöket pedig nem szabad elfelejtenünk. A történelem során ez a nemzet számos nagy ütést kapott. Volt közöttük övön aluli is, és olyan is, amit talán végzetesnek szántak. De itt vagyunk ma is, köszönhetően azoknak a hősöknek, akikre néhány nappal ezelőtt emlékeztünk. Minden magyar embernek, aki kiállt a hazáért, aki kiállt értünk, az utókorért. Fontos tudnunk, hogy a hősök nem csak háborúban születnek. A hősök itt vannak közöttünk a hétköznapokban is. Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő is beszédet tartott és felidézte régi nagyjaink gondolatait. Továbbá azt mondta, nem lehet elfelejteni, ami a múltban zajlott, azonban azóta már megtörtént a határokon átívelő nemzeti újraegyesítés. Nem véletlen tehát, hogy társadalmi állásra, politikai szimpátiára és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül utasította el a trianoni diktátumot az egész magyar társadalom. Konzervatívok és liberálisok, keresztények és zsidók, szegények és gazdagok fogadták el a korszak általánossá vált jelszavát, nem, nem, soha. Azaz nem, nem és soha nem fogadja el a magyarság a trianoni megaláztatást, az ország addig soha nem látott megcsonkítását, több mint 3 millió magyar ember kisebbségi sorba taszítását. Ne siess úgy, az úgy is mindig rohanú. Az ünnepségen ezután a Hoppári Együttes Együtt dobban a szívünk című dalát adta elő, amelyet a trianoni döntés tavalyi 100. évfordulójára írtak. Az ünnepség végén pedig az emlékezés virágait helyezték el városunk vezetői, a legfontosabb intézmények képviselői és a katonai szervezetek. Pedagógus nap alkalmából a hagyományoknak megfelelően átadták a Győr oktatásügyéért díjakat. Csütörtökön a Városházán rendeztek szűk körű ünnepséget, ahol dr. Dézsi Csaba András megköszönte a pedagógusok, óvodapedagógusok és bölcsödei dolgozók munkáját. Az eseményen a Győr sportjáért díjak is gazdára találtak, melyet Győr polgármestere és Radnóti Ákos sportért is felelős alpolgármester adtak át. A Győr oktatásügyéért és a Győr sportjáért díjakat csütörtökön adták át a Városházán. A rendezvényen dr. Dézsi Csaba András köszöntötte a megjelenteket. A polgármester kitért a koronavírus járvány okozta nehézségekre. A pedagógusok különös kihívás elé álltak, hiszen át kellett érni a digitális oktatásra. Lássuk, hogy nem volt könnyű, hiszen nem az a generáció vagyunk, amelyik a digitális világban nőtt fel. Meg lehet tanulni, de
ez azért a vérünkben soha nem lesz benne. Viszont a pedagógusok kiválóan megállták a helyüket, hiszen a diákoknak átadták azt a tudást, amit kellett, és ennek következtében el tudták sajátítani a megfelelő anyagot, és tovább tudtak lépni, vagy sikeresen tudtak felvételizni. A városvezető megköszönte a pedagógusok helytállását, és hozzátette, köszöni az óvodapedagógusok és a bölcsődei dolgozók munkáját is, akik felelősséget vállaltak a kisgyermekekért, akiket a szülők nem tudtak otthon tartani. Pedagógus nap alkalmából dr. Dézsi Csaba András polgármester, dr. Perger Elza alpolgármesterrel közösen adta át a Győr oktatásügyért díjakat. Elsőként Bozsakiné Tolnai Erzsébet a nagybácsai óvoda óvodatitkára vehetett át kitüntetést, több évtizeden keresztül végzett lelkiismeretes és precíz óvodatitkár munkája elismeréseként. Dezamit Zoltánnak, a Lukács iskola műszaki igazgatóhelyettesének kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként ítélték oda a díjat. Havasréti Béláné, a Győr-Moson-Sopron megyei pedagógiai szakszolgálat győri tagintézmény talentum műhelyének tehetséggondozó koordinátora, több évtizedes kiemelkedő pedagógusi munkája elismeréseként vehetett át Győr oktatásügyért díjat. A polgármester és Radnóti Ákos sportért is felelős alpolgármester ezt követően a Győr sportjáért díjakat adta át. A sportolók sem voltak, és a sportvezetők sem voltak könnyű helyzetben, hiszen edzeni kellett, elmaradt egy olimpia, elmaradtak versenyek, megmérettetések, és hát miért edzen egy sportoló, hogyha nem azért, hogy versenyezzen. Úgy gondolom, hogy a rossz hírnél néha rosszabb a bizonytalanság, és a sportolók ezt a bizonytalanságot élték át nap mint nap, hétről hétre, hónapról hónapra. Arnold Csaba, a Dunántúli Atlétikai Klub klubigazgatója, a győri tornasport és a DASZ labdarúgó szakosztály fennmaradásának fejlődésének érdekében betöltött kiemelkedő szerepe miatt kapott elismerést. Szarva Zoltánnak, a győri Eto Hoki Klub Bese alelnökének, a győri jégsport megalakítása, fejlesztése, a fiatalok körében a sportág népszerűsítése érdekében betöltött kiemelkedő szerepének elismeréseként ítélték oda a díjat. Hoffman Judit, a győri polgármesteri hivatal sportügyi ügyintézője részére a győri sportéletben végzett több évtizedes kiemelkedő példamutató munkájának köszönhetően adományoztak elismerést. Ugyancsak Győr sportjáért díjat vehetett át Horváth Ernő, a Gyirmót FC Győr tulajdonos ügyvezetője és testvére Horváth Ferenc, a klub tulajdonosa, a város labdarúgó sportjának népszerűsítése érdekében, fejlesztésében és támogatásában végzett több évtizedes kiemelkedő munkájának elismeréseként. 1999 óta minden évben a június 5-i Környezetvédelmi Világnap alkalmából átadják Győrben a Kitajbel Pál díjat, a város környezetvédelmi emlékérmét. Idén kollégánk Nagy Ferenc kapta az elismerést, aki a környezet és a természet értékeinek a média és a fotóművészet eszközeivel történő bemutatásával végzett, kimagasló tevékenysége révén érdemelte ki a díjat, amit dr. Dézsi Csaba András adott át. Így néz ki a Kitajbel Pál környezetvédelmi emlékérem, melyet 1999 óta minden évben annak ítélnek oda, aki Győr város környezetvédelméért kimagasló munkát végez. A Környezetvédelmi Világnap alkalmából pénteken dr. Dézsi Csaba András adta át a Városházán az elismerést. Számomra nagyon fontos a környezetvédelem, de hát nyilván a szavak szintjén sokan mondják, de alapvetően ezt a ténykedésemmel is próbálom alátámasztani. Ugye az első közgyűlésem már a Püspök erdő védettségét és a kiserdő védettségét, a Marcavas kiserdő védettségét elindítottuk, illetőleg a Környezetvédelmi Bizottsággal közösen és Szási elnök úrnak a közreműködésével nagyon hatékony programokat indítottunk el. A polgármester hozzátette, elindították a városi fecskevédelmi programot, az önkormányzat fásítási programját pedig kiegészítették a Győrben született gyermekek után igényelhető fák ültetésével is. Dr. Dézsi Csaba András szerint fontos a szemléletformálás is, mert a lakosság közreműködése nélkül nem lehet eredményeket elérni. Többek között ehhez járult hozzá tevékenységével a Győr Plusz Média szerkesztője, újságírója, fotóművésze, Nagy Ferenc, aki a környezet és a természet értékeinek a média és a fotóművészet
művészet eszközeivel történő bemutatásával végzett, kimagasló tevékenysége révén érdemelte ki a díjat. Munkásságával tehát hozzájárul a környezettudatosságra neveléshez, a természeti környezetünk iránti felelősségvállalás fontosságának érzékeltetéséhez is. Óriási öröm számomra, hogy az első közgyűlésen, mikor megalakult az új adminisztrációja a városnak, akkor polgármester úr bejelentette, hogy a környezetvédelmet a legfontosabb ágazatai közé fogja sorolni a tevékenységének, illetve az adminisztráció tevékenységének. Külön örömöm ez számomra, annál is inkább, mert a környezetvédelem a mai világban három részre tagolódik. Az egyik az egy ilyen, mondjuk így, hogy egy ilyen politikai vágányra csúszott környezetvédelem. A másik az egy ilyen érzelmi környezetvédőknek szoktam hívni azokat, akik mondjuk kevesebb szakmai tudással, de nagyobb ambícióval látnak neki ennek a dolognak. A harmadik pedig az a szakmai környezetvédelem, aminek tanúi lehetünk itt városszerte jelen pillanatban is. Nagy Ferenc videókat és képeket is hozott a díjátadóra, bemutatta munkásságát, a jelenlévők megcsodálhatták azokat a gyönyörű természetfotókat, videókat és publikációkat, melyek a szakember türelmét, látásmódját és szakmai tudását tükrözik. Megérkezett Győr első elefántja az állatkertbe. Bubu egyenesen Franciaországból utazott két napon át, hogy elsőként vegye birtokba a győri elefántházat. Az elefántról otthonában sorozatot is forgatnak, így a korábbi gondozói mellett egy francia tévéstáb is elkísérte. A 16 éves állat még kicsinek számít, mivel az elefántok több mint 50 évig is élhetnek. Egy speciális daruval emelték ma a kifutóba, majd Bubu lassú, megfontolt léptekkel vette birtokba új helyét. Egy darabig most egyedül lesz, majd június végéig még két társ érkezik hozzá. Először csak az ormányát dugta ki a konténerből a kis elefánt, majd amikor felnyílt az ajtó, nagyon óvatos és megfontolt léptekkel haladt előre. Korábbi gondozói néhány finom falat magyar almával próbálták előrébb csalogatni Bubut. A kicsi ebben a konténerben indult útnak Franciaországból még szerdán. Ezt egy daruval emelték a kifutóba. Miután szabad utat kapott az elefánt, nem csak az állatkert dolgozói, de Győr polgármestere is egészen közelről üdvözölhette. Megérkezett a kis elefánt, ami akkor egy óriás egyébként, tehát nyilván elefántok között kicsi, az emberi léptékhez mérten nagy, nagyon barátságos volt, nagyon először néhány óvatos lépéssel indult el, de almát elfogadta rögtön és barátkozott, úgyhogy Andréka igazgató úr megint csinált valamit, ami nem volt még Győrben, úgyhogy most már van Győrnek is elefántja, és az elefántház is szépen üzembe lesz helyezve. Úgyhogy nagyon szép épül az állatkert, egy fantasztikus állatpark alakult ki belőle, és hát tényleg hónapról újabb látványosság, különösen most, hogy nyár kezdete van, és az emberek kiszabadulhatnak a Covid-járvány okozta a bezártságból. Ez nagyon fantasztikus dolog, hogy egyre több látnivaló van. A 3,5 tonnás állat naponta 2 mázsanyi takarmánnyal és gyümölcsel táplálkozik, ha felnő, akár 5,5 tonna is lehet. Az urat Bubunak hívják, Győrváros első elefántja. Az elefánt bemutatót június végén fogjuk átadni és bemutatni a nagy közönségnek. Ez egy hatalmas nagy 1400 négyzetméteres házból, és egy több mint egy hektáros külső kifutóból áll. Bubu az első lakója ennek a háznak, egy 4-es elefántbika csapat első tagja. 16 éves, fickós, vigéc, most egy kicsit ő is fáradt, úgyhogy azért ilyen kenyére kenhetőnek tűnik. De nagyon-nagyon sok munka van vele, ami érdekes, hogy annyira szerették a Laflesi állatkertben Franciaországban, hogy 11 kolléga kísérte el. Buburól előző otthonában tévésorozatot forgatnak, így az egész stáb elkísérte. Miután belépett az újonnan épített elefántházba, körbenézett, majd nyugodtan vette szemügyre az otthonát. A következő időszakban nagyon sokat foglalkoznak majd vele. Az elkövetkezendő 2-3 napban a francia kollégák egy kicsit összemelegednek a mi kollégáinkkal, tehát megmutatják, hogy milyen vezényszavakra, hogyan, miképpen dolgozik Bubu, és mikor úgy látják, hogy minden rendben van, akkor majd visszatérnek. Bubu bár már 16 éves, még kicsinek számít, mivel az elefántok akár 50 évig is élhetnek. Jelenleg még egyedül van az újonnan épített házban, de hamarosan Toulouse-ból és Nyíregyházáról is érkezik majd társasága.
Idén is magas ágyásokat telepített a Kertészek és Kertbarátok Győrvárosi Egyesülete a Megyeháza téri szökőkút mellé. A szervezet 4 éve indította akcióját, amelyen népszerűsíti az otthoni kertészkedést. A Kertbarátok célja az, hogy a belvárosban a járókelők gyakorlatban is lássák, hogy a magas ágyás kialakításához elég egy kis terület is. Védett helyen teleltették át ezeket a magas ágyásokat. A kertbarátok most már elérkezettnek látták az időt, hogy a fából kialakított ládák kikerüljenek a szabadba. 4 éve rendszeresen mindig május végén, június elején nem csak virágokkal, de haszonnövényekkel is találkozhatnak a járókelők Győrben. Öröm számomra, hogy ismételten itt vagyunk a Városház előtt a magas ágyások kihelyezése alkalmából. Ez az esemény is szervesen beilleszkedik abba a programsorozatba, ami mutatja, hogy Győr város vezetőségének mennyire fontos, hogy minél szebb, minél virágosabb legyen városunk. Kihelyeztünk 100 000 nyári virágot, a lakosság részére 40 000 virágpalánta került átadásra, úgyhogy én remélem, hogy a győriek minél többen fognak idejönni, és nekik is tetszeni fog. A Kertészek és Kertbarátok Győrvárosi Egyesülete továbbra is szeretné népszerűsíteni a magas ágyásokat, amelyekbe például sokkal többféle növényi kultúrát ültethetünk. Azért próbáljuk ugye bemutatni a magas ágyásnak az előnyét, mert elég sok előnye van. Például egy előnye az, hogy itt mivel sűrűbben vannak a növények, ezért sokkal jobban érvényesül az egymás segítő tulajdonságuk. Éppen ezért például teszünk bele gyógynövényeket, különböző egymás segítő növényeket. A büdöskét mindenki ismeri, másokat hallottak róla, hogy annak a gyökere fonálféregűző, és emellett például nagyon szeretik a csupaszcsigák, tehát a mesztelencsigák, és rámennek, és tulajdonképpen azt teszik, és nem a haszonnövényt teszik. Tehát így, ilyen módon is védik egymást a növények. Ilyenkor újabb és újabb technikákat is bemutatnak a kertbarátok. Ilyen a mulcsolás. A mulcsolást már nagyon régóta csinálják, tehát gyakorlatilag ez nem egy új keleti dolog, ezt már több száz évvel ezelőtt is végezték a kertészkedők. Talajt akartak vele, a mulcsanyagok az lehet akár egy faapríték, egy szalma, egy széna, a fűnyiradékunk akár otthonról, és ugye mi igazából itt annak szeretnénk nagy hangsúlyt fejezni, hogy nagyon sok kertész vagy kertbarát nem tudja, hogy mit csináljon például a tavaszi ágnyesedékekkel, ami hirtelen jön nagyobb mennyiségbe. Mi ezt is meg szeretnénk mutatni, például egy ilyen magas ágyás aljába alsó rétegnek teljesen jó, illetve egy finomabb mulcsanyaggal, meg a talajfelszínét tudjuk a növényeknek tartani. Ez egy igenis értékes anyag. A magas ágyás másik nagy előnye, hogy kicsi a helyigénye, és akár egy erkélyre is érdemes telepíteni. Összehangoltan szeretne fellépni a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron megyei és a Szlovák Vöröskereszt Dunaszerdahelyi szervezete közös katasztrófavédelmi feladatokban. Annak érdekében, hogy ez az elképzelés eredményesen megvalósuljon, gyakorlati és elméleti oktatást szerveztek az önkéntes vöröskereszteseknek. A 30 órás képzést Lipóton tartották, és a határ mindkét oldaláról érkeztek a résztvevők. A képzés menetrendjét beszélik meg a résztvevők. A magyar és a szlovák Vöröskereszt már korábban elhatározta, hogy kölcsönösen segítik egymás munkáját. A két szervezet ki is használt egy interreges pályázatot, ami forrást biztosít az együttműködésre. Ez a határon innen és túl a Vöröskereszttel elnevezésű projekt. Ez 4 elemet foglal magába. Az első alkalom az egy megnyitó rendezvény volt, ahol előadtuk a projekt részeit, és hát tulajdonképpen ott formáltuk ezt a mai napot, a második alkalmat, illetve a harmadik alkalmat, ami már a katasztrófavédelmi gyakorlat lesz Bős területén. Tehát a második állomáson járunk, 30 órás képzésen vesz részt 20 szlovák és 25 magyar önkéntes munkavállaló. Kulcsolja a kezét a mellbimbó és a szercsont találkozásához teszemre. Nyújtott a csukló, könyök, vál, egy botot képezek a kezembe, derékszögbe és 30 mellkas kompresszió 5-6 cm mélyen. Újraélesztés, idegentest eltávolítása vagy éppen a sérültek szakszerű és biztonságos mozgatása. Többek között ezeket a műveleteket gyakorolhatták modern eszközökkel, felszerelésekkel. A pályázat lehetőséget adott olyan elsősegélynyújtás oktatásban szükséges professzionálisabb eszközökre,
amelyek lehetővé teszik azt, hogy akár egy végtagrögzítést, akár az idegentest eltávolítását minden életkorban tudják gyakorolni a jelenlévők. A Vöröskeresztnél a szakmai felkészültség, az újabb és újabb ismeretanyagok megtanulása létkérdés. Az elméleti oktatáson túl nyáron a szlovákiai Bősön közös árvízvédelmi gyakorlatot is tartanak. Megtanított minket ez az időszak, a Covid időszak arra, hogy sose leszünk talán eléggé fölkészülve. De ha nem is teszünk érte a prevencióban, hogy nem fogjuk gyakorolni a fölkészültségünket, akkor ne is várjuk el, hogy el tudjunk állni. Úgyhogy én úgy veszem, hogy ennek igenis nagy kimondó ereje lesz. Lesz egy prevenciós része, lesz egy gyakorlati része, és az emberek, akiket érdekli, a önkénteseink, ha fölveszik ugyanazt a ritmust, amit mi képesek adni nekünk, amit tudunk nekik adni, és gyakorlatokba részt venni, vagy akár elméleti, elsősegélynyújtási előadásokon, iskolázásokon, és az a kör csak bővül és bővül, nem lesz talán annyi elhagyott ember, jobban fogják tudni a segítségkézre reagálni az emberek, és fognak tudni segít is nyújtani. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Mindjárt folytatjuk a sporthírekkel, friss információkkal pedig legközelebb, június 7-én, hétfőn, este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon. Az egyetemi sportversenyeinek központja ezekben a hetekben Győr, hiszen az atléták mellett a kosárlabdázók egyetemi és főiskolás bajnokságának is a város ad otthont. Sőt, a kézilabdázók is Győrben avatnak bajnokot a jövő hét elején. Az atléták az olimpiai sportparkban mérték összetudásukat. Az egyetemisták bajnokságát megelőzte egy másik fontos esemény az OSP-ben, hiszen a kölyök atlétikából a versenyző korosztályra váltó 12 éves diákok a Sport 21 égisze alatt küzdöttek az érmekért. A Sport 21 versenyei az év első felében elmaradtak, ebből pótoltak egyet a gyac szervezésében. Ebben a korosztályban csak csapatban hirdetnek eredményt, amelybe beszámítanak az egyéni pontszámok. Az 5 feladatból álló csapatversenyt a gyac egyik csoportja nyerte. Ez a korosztály, ez vezeti át őket igazából a pályabajnokságokba, az U14-es korosztályhoz. Itt most 8 csapat versenyzett, ez az északnyugati régiónak a versenye volt. Jöttek Tatabányáról, Móváról és Sopronból is csapatok, illetve a győriek. A gyerekek után az egyetemista és főiskolai országos bajnokság döntőjének résztvevői foglalták el az atlétika pályát. 10 férfi és 10 női versenyszámban hirdettek bajnokot. A mezőny erősségét jelzi, hogy itt volt Gyurácz Réka olimpikon kalapácsvető is, aki már biztos résztvevője a tokiói nyári játékoknak. Összesen 120-130 indulónk lesz körülbelül, tehát mondhatjuk, hogy egy elég szép számú egyetemi főiskolai bajnokságot rendezhetünk. Ezt pályázati úton nyertük el a MEFS-től. Ezt szerettük volna összevonni az 5.-6. korcsoportos diákolimpiával, viszont a diákolimpiai rendezvények sajnos elmaradtak, úgyhogy igazából így mi nagyon örülünk neki, hogy rendezhetünk versenyt. A győriek közül egyetemi bajnok lett 400 méteres gátfutásban Kalácska Áron, távolugrásban és 3 próbában, ezüstérmet szerzett Szilágyi Petra. Sporthíreink végén köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!